A helyi közösség szervezésében pénteken este falugyűlést tartottak Martonoson a közbiztonsági helyzet folyamatos romlása miatt. Amint egy 200 megjelent polgár szerint ezt a faluba betelepült koszovói, Németországból kiutasított romák idézték elő, akik egyre csak szaporodnak Martonoson. A martonosi őslakosok, legyenek ők magyarok vagy szerbek, kivétel nélkül állítják, hogy a betelepült koszovói romák nem is igyekeznek beilleszkedni a közösségbe. Kiskorú gyerekeik molesztálják a nőket, lopnak, fizetés nélkül távoznak a boltokból, randalíroznak és verik, fenyegetik a helyi gyerekeket. Marica Pivás már nem először tett feljelentést ellenük, amiért megrongálták frissen befestett házának falát, de mivel semmi sem történt, eltökélte, hogy tovább viszi az ügyet. Kin volt a rendőrség, feljelentést tettem, de ki fogja nekem ezt megtéríteni? Senki. Újra összekenték zsíros színekkel és sárral, amit le sem lehet mosni. Farkas Bettina kis gyermekes anyukát babakocsival a nyílt utcán molesztálták a koszovói roma gyerekek. Kislányt ki akarták ráncigálni a kocsiból, nem akartak bennünket tovább engelni. Egy idős néni a másik oldalról elkezdett kiabálni, hogy valaki jöjjön, valakik segítsenek, mert az asszonyt nem engedik, az asszonyt bántsák. És akkor nagy nehezen, hát egy jó negyed óráig ott lüktöstem őket, hogy a kicsit ne bántsák. A heves szóváltásoktól sem mentes lakossági fórumon a helyi közösség tanácsának tagjai mellett megjelentek a községi önkormányzat illetékesei és több ellenzéki képviselő is. A dolog pikantériája, hogy egyedül a magyar kanizsai rendőrállomás vezetője nem volt ott, mert a szerbiai belügyminisztérium nem hagyta jóvá a falugyűlésen való részvételét, pedig az elhangzott panaszok kivétel nélkül a rendszertelen rendőri felügyeletre, illetve az állandó rendőri ottlét hiányára vezethetők vissza. Elmúlt, hát hogy is mondjam, két óra hosszába, mindig visszatértünk ugyanad a pontra, szóltak az emberek, panaszkodtak, följelentettek, jegyzőkönyvet kértek, kihívták a rendőrséget, és mégsem történt semmi. Tehát valahol szakadás van ebben a kommunikációban, azt kell megtalálni, és ebben nagyon szívesen segít, közvetít, és hogy is mondjam, támogatást ad az önkormányzat, hogy ezt a szakadást valahogy áthidaljuk. Feisztelmer Robert bejelentett azt is, hogy ennek érdekében a Községi Biztonsági és Migrációs Ügyi Tanács legközelebbi ülésére meghívják a martonosi polgárok képviselőinek egy meghatározott csoportját is.